Oroszország, amely egykor a vasfüggöny mögé rejtőzött, most a világ elé tárja legszigorúbban őrzött intézményeit. Három orosz börtön most először nyitja meg acélkapuit egy nemzetközi forgatócsoport előtt. Az egyik szigorított börtönben egy kannibál részletezi bűnét. Levágtam a fickó fejét, mindkét karját és lábát. Majd hirtelen sugallatra úgy gondoltam, megkóstolom. Íme a legkeményebb orosz börtönök világa. Oroszország legkeményebb börtönei. A kazah határhoz közeli Fekete Delfin néven ismert börtönben őrzik Oroszország legbrutálisabb bűnözőit. A Fekete Delfinben van az ország mintegy 700 legveszélyesebb gyilkosa. Együttesen több mint 3,5 ezer embert öltek meg. Azaz átlagban egy elítéltre 5 gyilkosság jut. A csecsen terroristákra, kannibálokra és sorozatgyilkosokra Denis Avsyuk hadnagy felügyel. A legtöbbjük gyilkosságért ült. De vannak itt megszállottak, pedofilok és terroristák is. Kaszatkin Alekszander Anatolijevics elítélt. 73-ban születtem. A 102-es, 146-os és 44-es cikkek alapján ítéltek el. 5 embert öltem meg. Előbb törne le a nyelvem, mintsem embernek nevezném ezeket. A legkisebb részvétet sem éreztem irántuk soha. Nikolaj Asztyankov életfogytig tartó büntetését tölti. Egy egész családot írtott ki, holttesteiket egy erdőben égett el. Az ember folyton arra gondol, hogy be van ide zárva, milyen sors vár rá, hogy sosem szabadul, és teljesen egyedül van itt, akkor nem húzza ki. Tizennyolcas zárka, ébresztő! Igen is, uram! Reggel 6 óra. Asztyankov és cellatársa az elkövetkező 16 órában nem ülhet le az ágyra. A cellát állandóan filmezik. Folyton figyelnek minket. Még fény és mozgásérzékelők is vannak ide benne. Negyed óránként pedig egy őr benéz a cellákba. Úgyhogy mindig résen kell lennünk. Asztyankov egy orosz gengszterrel, a 6 ember haláláért elítélt Szergej Vinogradovval osztja meg 4,5 négyzetméteres celláját. Igen, morcos ember vagyok. A férfiak megölése nem okoz gondot. Ám nőket és gyermekeket nem bántok. Nem helyes. A hajdani embereim számára szigorúan megtiltottam az ilyesmit. Mert nők és gyerekek nem árthatnak nekünk. Mint minden elítélté, Asztyankov és Vinogradov cellája is egy nagyobb cellában található, a rabokat pedig 3 acélajtó zárja el. A különösen nagyfokú elzártság miatt a Fekete Delfinben alig elviselhető az élet. A megálmodott jövőmnek befellegzett. És ezt természetesen igen nehéz felfogni. Asztyankov és Vinogradov szinte alig érintkezik a többi rabbal.
A börtön működésének alapvető eleme a lehető legnagyobb mértékű elszigeteltség. Az életfogytosoknak nincs kantin. Egyenesen a cellájukba kapják az ételt. Reggeli után az elítéltek tornázni mennek. 174-es cella pihen. Igen, is, uram! Egyes és kettes számú elítélt, jöjjenek ki! Forduljanak jobbra, arccal a fal felé! Igen, igen is, uram! Van maguknál tiltott tárgy? Nincs, uram! Nincs, uram! Amikor kivezetnek, egy kutyás őr követ minket. Előttük egy főtiszt van. Mindig hárman vigyáznak ránk. Sosem vagyunk egyedül. Állítólag egyedi eset, hogy a fekete delfinben az elítélteket, az erejüket a minimumra csökkentő, kényszerített pózban járatják. Előre hajolnak, fejüket lehajtják és bilincset kapnak. Az épületek között a szemüket is bekötik. Miért van a szemkötő? Mert az elítéltek így nem figyelhetik ki a mozgásunkat. És jószerével semmit sem tudnak arról, hol vannak az épületben, vagy az intézeten belül. Ha valami váratlan dolog történik, nem tudják, merre induljanak. Ezért használjuk a szemkötőt. A behódoltatási póz révén az őrök teljes mértékben uralhatják a veszélyes elítélteket, és meggátolhatják őket abban, hogy kiismerjék a helyszínt. A fekete delfinben nincs börtönudvar. Asztyankov és Vinogradov 90 percig ketrecbe zárt oroszlánként járkál. Az eget egy pillanatra sem láthatják. Ez alatt az őrök tiltott tárgyakat keresve átkutatják a celláikat. A keresés alkalmával vizsgálják át a cella technikai állapotát. Nézzék meg a falakat, a padlókat, a mennyezetet, a rácsokat, a világítást, a kábeleket. Ennyi. Munkára emberek. Barát, indulj! Az őrök csempészárut, a szökésre utaló jeleket, például meglazult rácsokat keresnek. A kutatás befejeztével az elítélteket visszavezetik áthatolhatatlan celláikba. Balra, arccal a falnak! Igen is, uram! Igen is, uram! Tiltott tárgy? Nincs, uram! Nincs, uram! Szökni lehetetlen. Ezeken a rácsokon át az állandó készültség folytonos figyelem mellett egyszerűen lehetetlen. A fekete delfinből még senki sem szökött meg. Fennállása óta pedig csak egy elítélt nyert kegyelmet. A fekete delfin a végső állomás. Innen már nincs tovább. Technikailag persze az elítéltek elhagyhatják a helyet, de csak a temetőbe mehetnek. Még a kegyetlen orosz gyilkosok között is léteznek olyanok, akik a legveszedelmesebb és legelvetemültebb bűnözők. Vladimir Nikolajev kannibál. Yeah.
Hozzák ki Nikolajev elítéltet. Vezessék ki. 181-es cella, foglalják el a helyüket. Igenis, uram! Igenis, uram! Jöjjön ki! Igenis, uram! Be a cellába! Igenis, uram! Felállni! Igenis, uram! Vlagyimir Nikolajev a Fekete Delfin legelvetemültebb bűnözője, nem csupán két ember halála szárad a lelkén. De ő még evett is belőlük. Egy buliból tartottam haza. Kissé részeg voltam. A szomszédos háznál pedig egy szintén ittas férfi tüzet kért tőlem. Vitatkozni kezdtünk, majd összeverekedtünk. Megütött, én is őt. Mire meghalt? Mit volt mit tenni? A fürdőszobámba vonszoltam, levetkőztettem és elkezdtem feldarabolni. Levágtam a fejét, mindkét kezét és lábát. És hirtelen az az ötletem támadt, hogy megkóstolom az ember húst. Egy darabot kihasítottam a combjából és megfőztem. Ettem belőle. Nem ízlett, ezért feldaraboltam és egy serpenyőben megsütöttem. Egy barátomnak adtam némi húst az áldozatból. Ő hazavitte és az asszony gondjaira bízta, aki húsgombócokat készített belőle. Párat ő evett meg, a többit a gyerekeik kapták. Nikolajev barátai tudtukon kívül megették a bizonyítékot. Azt mondtam, kenguru hús. Mifelénk nem kapni olyasmit. Nem tudták, milyen az. Az orosz börtön tetoválásoknak történelmi jelentősége van a börtönkultúrában. Az elítéltek több mint 50 éve tüntetik fel testükön bűnözői életük történetét és hitvallásukat. A késes kalóz az állandósult börtönlét jelképe. A jobb vállamon pedig legszeretettebb asszonyom látható. Azok pedig az első büntetésemet jelképezik. 3 évig tartott. A tornyok egy-egy évet jelölnek. A Fekete Delfinben a tetoválás szigorúan tilos. Hajoljon le! Igen, uram! Felállni! Igen, uram! Oroszország húsvér Hannibal Lectere leves és kenyér diétára fogva tengeti majd élete hátralévő részét a Fekete Delfinben.
egyetlen társa szintén gyilkosságért ül. Moszkvától több mint 1000 kilométerre fekszik a legrégebbi és egyik legrettegettebb börtön, a hírhedt Vlagyimir központi börtön. A hidegháború alatt a politikai foglyok mellett Sztálin fia is itt raboskodott. Ma a kegyetlen gyilkosságokért elítéltek első állomás helye. A Vlagyimir központi börtön sötét folyosóján tett séta mindenféle bűnelkövetéstől elriaszt. Ennek ellenére az elmúlt 228 évben mintegy 1 millióan raboskodtak itt. Medvetermetű vadkutyák és AK-47-es gépkarabéllyal felfegyverzett őrök tartják fenn a nyugati világban ismeretlen mértékű szigor jellemezte rendet. Külföldi forgatócsoport most először léphetett a börtön falai közé. Az amerikai börtönökben minden sokkal nyitottabb. Nem hinném, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Az elítéltek érintkeznek egymással. Közösen étkeznek, és megkötések nélkül mehetnek a celláikba. A rabok szigorú belszigeteltsége miatt az orosz börtönökben mindez kiváltságnak számít. Nem hagyjuk, hogy befolyásolják egymást. Ez azon kevés orosz börtönök egyike, amelyben kirívóan szörnyű bűncselekményeket elkövetett rabokat is őriznek. Mielőtt a többi rab közé térnének, az elítélteknél az őrség tiltott tárgyakat keres. Befelé! Minden ruhadarabot kézzel kutatnak át. A varrott részeket ellenőrizzük. Mert azokban rejtik el a legtöbb tárgyat. Szimkártyát, mobilokat. Utóbbiakat nem is igazán a ruhába, hanem a testüregeikbe rejtik. Az őr ma talál is tiltott tárgyat. Ez a fémtekercs tiltott, mert az elítéltek nem villanyszerelők. Ha maguk próbálják beszerelni, nem kívánatos eredményként végzetes áramütést kaphatnak. Így tehát ez tilos. Kifelé! Menjen be! Néhány őr tüzetesebben kutatja át a rabholmiát. Tiltott tárgyakat keresünk. Ha találunk ilyet, fegyelmezésben részesül. Van ellenvetése? Nincs. Az őrök Artúr és cellatársa holmiát is átkutatják. Szerencséjükre semmi gyanúsat nem találnak. A Vlagyimir központi börtön őrző védőebei a világ legfélelmetesebb kutyái közé tartoznak. A 90 kg-os, közel 2 méteres állatok egy 45 kaliberes pisztoly támadó erejével bírnak.
Ez egy különösen agresszív fajta, a kaukázusi juhászkutya. Egykor a hadsereg alkalmazta őket, most félelmet keltve az elítélteket bírják engedelmességre. Levest vagy árpakását? Levest. Arthur Galchin 21 éves börtönbüntetését tölti. Feleségét és sógorát gyilkolta meg. A szomszédos szobában vedeltek egy nappal láttéve. A kislányom szemernyit sem aludt. Panaszkodott, hogy Sasha bácsi sosem hagyja békén. Figyelmeztettem őket. Egyszer, kétszer, majd... aztán hát... megtörtént. Leszúrtam. Arthur nincs egyedül. Oroszországban ötször annyi gyilkosságot követnek el, mint az Egyesült Államokban. Igor vagyok. Két ember meggyilkolásáért 18 évet kaptam. Még csak két hónapja vagyok itt. Jevgenyinek hívnak. 22 és fél évet kaptam különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért. Kemény élet ez idebent, higgy el. 10 év múlva talán felfogom, mennyire az. De most inkább bele se gondolok. Ha az ember folyton a 22 évére gondol, belebolondul. Most nézzük, Knutza. Arthur börtönökben töltötte élete javarészét. Egész testét orosz börtöntetoválások fedik. A tetoválásaim a 80-as évekből származnak, mikor az elítéltek elrugaszkodtak a hagyományos börtönkultúrától, hierarchiától, és új világ vette kezdetét. Attól fogva a tetoválások nem a büntetést vagy az ember státuszát jelölték, hanem a jó és a rossz közötti felfogást. A régi idők klasszikus orosz börtöntetoválásai a rabok identitását fejezték ki. A vállakon díszelgő csillagok azt jelentették, hogy viselőjük senki előtt nem alázkodik meg. A templomtornyok a letöltött éveket vagy büntetéseket jelképezték. A vallásos jellegű tetoválások azonban olykor megtévesztők. Például a Madonna a gyermekkel jelentheti azt is, hogy az elítélt gyerekkora óta tolvaj. Itt az olvasható, hogy corneo ditto, latin szöveg a jelentése, ne hagyd, hogy meghasadjon a szíved. Nekem azonban már nincs szívem. A vlagyimíri és a fekete delfinből is tettek már panaszt igazságtalan bánásmód, valamint az elítéltek bántalmazása miatt. A műsorban szereplő egyetlen rab sem tett semmi ilyesmiről jelentést. Több mint 3000 kilométerre a távol keleten a fagyos szibériai tundrán 149 börtöntábor található. Ezek egyike a 17-es tábor. Ez a tábor Krasznojarszk városa mellett a transzszibériai expressz vonalán található. Ebben a táborban 1200 elítélt van. Mindannyian először vannak büntetve. Így a moszkvai születésű 24 éves Dimitri Komarov is, akit extazi tabletták csempészésén kaptak rajta. Ha egy orosz faluban valakit egy zsák krumpliért kapnak el, akkor megúszza fél év börtönnel. Szerintem ez nem igazságos.
Én 4 év szigorított börtönt kaptam. Ám lehet, hogy Dimitri börtönben töltött napjai hamarosan véget érnek. Napokon belül büntetése hátralévő részének elengedéséért folyamodik. Majdnem 3 év letöltése után az ifjú rab talán végleg hazamehet. A szigorított fekete delfintől és a Vlagyimir központi börtöntől eltérően a 17-es börtöntáborban a raboknak több kapcsolattartási lehetőségük van. Bár itt a mindennapi élet nem olyan, mint a szigorított börtönökben. A távoli területre telepített tábor fekvése miatt mégis elszakítja a rabokat a családjaiktól. A 17-es tábor Szibéria szívében található. Dimitri 21 éves kora óta él itt. Durva volt ide bekerülni. A börtönudvaron átvágva, mindenki minket bámult. Ő itt az édesanyám, ez pedig a nyári lakunk. Valóságos földi paradicsom. Mivel Szibériába 3 napig tart az út, Dimitrit nem látogatja a családja. Több mint 3 éve nem látta őket. Ez itt a kutyám, egy beagle. Főnök a neve. Nehéz itt az élet. Folyton, szinte állandóan rájuk gondolok. A büntetése miatt megszakadt kapcsolatok helyett Dimitri egy új, benti barátsággal vigasztalódhat. A legjobb barátom, a cellatársam, Georgi. Együtt élünk, együtt dolgozunk. Mindig együtt vagyunk. Georgi 5 évet kapott kábítószerrel való visszaélésért, ebből 3 még hátra van. A félelem a gyengeség kimutatásából látszik. Az ilyen emberek megtörnek ide benne. Sok példa akadt már erre. Vannak, akik öngyilkosok lesznek, mások becsavarodnak. De a döntés rajtunk áll. Mitől fél itt az ember? A fájdalomtól? Nem. Itt az egyedül léttől kell félni. Én csak ettől félek. A két barát közös nyaralásról és vállalkozásról álmodozik, ám most csak rabok. Akár csak a tábor többi elítéltje, Dimitri és Georgi is először van börtönben. Ám a bűnök lajstroma a kábítószercsempészéstől kezdve egészen a nemi erőszakig terjed. A nemi erőszakért elítélteket nem bírom. Egyszerűen ki nem állom őket. Nem ellenségeskedem velük, de kerülöm a társaságukat. Sosem vagyok velük rendes. Semmit sem teszek értük. Levegőnek nézem őket. Még gyilkosok is vannak. Volt itt egy rab. Az anyja nem adott neki pénzt vodkára. Az meg agyonverte. Agyonverte egy székkel. Reggel 6 óra. Georgi és Dimitri a kötelező reggeli tornára készülődik. A hőmérséklet mínusz 45 fok körül van. 1, 2, 3, 4, 5. A rabokra egy vezetőbeosztású börtöntiszt, Anton Jeforkin felügyel.
Ilyenkor az egész börtöntábor kijön, és a szabályzatnak megfelelően tornán vesz részt. Direkt könnyű gyakorlatokat állítottunk össze, hogy egyszerűen csak felrázzuk az elítélteket. És kielégítően érezzék magukat a nap folyamán. A mai nap azonban más, mint a többi. Az 5 évből 2-t letöltött Georgi apja látogatására készül. Hogy vagy? Jól? Igen, minden rendben. Georgi azon szerencsések egyike, akit évente néhányszor meglátogat a családja. Mi a helyzet? Mi lenne? Épp olyan hideg van nálunk, mint itt. Hogy van, anya? A legtöbben nem ilyen szerencsések. Mire szoktál gondolni? Mire? A szabadulásra. Azt meg is értem. És mi lesz az utána? Utána? Dolgozni fogok. Van pár tervem. Ideje távozni, készüljenek. Egy röpke óra múltán ismét hónapokig tartó búcsút vesznek egymástól. Ja, mennünk kell. Nincs semmi gond. Hát persze, hogy többször is szeretném látni. Elnézést. Mit is érezzen egy apa, mikor a fiát ilyen körülmények között látja? Fájó dolog ez. Három év múlva Georgi és apja odakin kezdheti újra. Az egész család újra kezdheti az életét. Ám az a jövő még várat magára. Isten ments, hogy visszakerüljek ide. Nem is tudnék többé a szüleim szemébe nézni. Még aznap biztonsági kihágás miatt riadót rendelnek el. Őrség, fegyverbe! 5-ös poszt, fegyverbe! Az egyik biztonsági terület mozgásdetektora működésbe lép. Szerencsére a mai riadót nem súlyos kihágás miatt rendelték el. Ezúttal hamis riasztást kaptunk. A vizsgálat során kiderült, hogy a detektor egy széllökés miatt jelzett. A tartalékos csapat átvizsgálta a területet. Szökésre utaló jeleket nem találtak. A csapat egyik tagja jelentett a szolgálatos őrnek, a riadót pedig lefújták. Szibériában kevés az olcsó munkaerő. A problémán a térség nagyszámú börtöntáborai enyhítettek. A rabok is szívesen dolgoznak, hogy megtörjék az elzártságból fakadó monotóniát.
A 17-es tábor elítéltjei csekély fizetésért ruhákat varnak és ipari kerítéseket csinálnak. Szibéria Oroszország területének több mint háromnegyedét teszi ki, ám csupán a lakosság 15%-a él itt. Legtöbbjük a transzszibériai vasút mentén telepedett le. Ezek a vonatok több mint 100 éve szállítják a börtöntáborok rabjait. Ezredes úr, a 132-es úton érkezett kamionok kirakodásra várnak. Engedélyt kérek a kirakodásra. Az engedélyt megadom. Egy. Egyes számú elítélt. 13. Lépjenek be. Lépjenek be. Az otthontól távol. 35. Nincsenek hozzászokva a világ egyik legzordabb teléhez. 36. 36-os. A cella zárva. Jó itt az élet. Távolabb, csendet. Ma új elítéltek érkeznek. Honnét jött? Az egyikük elítélt gyilkos. Menjen és zárja be az ajtót. Elítéltek. Megérkeztek a K-17-es tábor területére. A büntetésük hátra levő részét itt töltik le. Van panaszuk, javaslatuk, észrevételük? Akkor indulás! Az első hetekben az újoncok nehezen barátkoznak meg az elzártsággal. A legtöbb esetben félelem, depresszió, erőszak lesz úrrá rajtuk. A gyilkos a következő 2 hetét a többiektől elzárva, karanténban tölti. Leírhatatlan érzés. Mintha minden egyfajta kába álomban történt volna. Megpróbálok túlélni. Az ember mindenhol túl tud élni. Dmitrij Komarov kilátásai fényesebbek. Ma van a meghallgatásának napja. Nagyon ideges vagyok. 2 éve és 8 hónapja várok erre a percre. Leírhatatlan érzés. Nem tudom, hogy mi lesz. Ha már ott leszek, akkor lesznek határozottabb érzéseim. Dmitrij büntetéséből még 1 év és 4 hónap van hátra. De azt reméli, hogy azt elengedik. Lépjen be! Jó reggelt, igazgató úr! Dmitrij Vlagyimirovics Komarov elítélt, született 1986-ban. A kérdések Dmitrij jövőjére irányulnak. Hol fog majd élni? Moszkvában, ahol korábban is. Mihez kezd? Mechanikai és elektronikai technikusként dolgozom. Várható-e, hogy újra elkövet valamit? A hátralévő idő alatt nem húz szégyent az intézményre? Nem. Kíván még a testület további kérdést intézni az elítélthez? Rendben, elmehet. Értesítjük a döntésről. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
Természetesen elkeserítene, ha elutasítanák a kérelmemet. De elfogadnám. Senki sem tudhatja biztosan azt, hogy hogyan is fognak dönteni. Kiengednek, vagy le kell töltenem a teljes büntetést. Az a bizottságtól függ. Egy másik részlegben a szabályzat megszegőire keményebb bánásmód vár. Ez a szigorított részleg, ahová a szabályzat megszegőit zárjuk. Az elítéltek itt egész nap be vannak zárva. Még az ágyakat is csak éjszaka használhatják. Cella, figyelem! Elítélte sorakozó! Anton, a rangidős őr, szemlét tart. A büntető blokkban vagyunk. Ide a szabályzatot megszegők kerülnek. Ebben a részlegben minden elítélt állandó megfigyelés alatt áll. Van, aki könyvet olvas, van, aki csak a cellájában köröz. Senki sem alszik, senki se szeg szabályt. Ebben a cellában olyan elítélt van, aki már amerikai börtönben is ült. Ez a bankrabló egy Seattle-i börtönben volt, ám angol tudása csekély. Börtönben nem sírok. Minden nap erre gondolok. Ez azért más. Ez Oroszország, a Szovjetunió. Mondhatom, kész őrület. Néhány nappal Dimitri meghallgatása után az igazgatóság megkapja a választ. Nincs kedvező véleményük. Ezért Dimitrinek a 17-es táborban kellett töltenie maradék másfél évét. Nagyon szeretnék végre találkozni az apámmal. Valahol a konyhában. Szívből elbeszélgetni vele. Nagyon szeretném látni az édesanyámat. Ő mindvégig támogatott. Hiányoznak a vicceik. A szeretetük. Ez nagyon hiányzik. Minden egyes nap. Jó reggelt! Jó reggelt! Ön nemrégiben meghallgatáson vett részt, hátralévő büntetésének elengedését kérte. Ezennel értesítem, hogy a bizottság döntését az intézet támogató javaslata mellett továbbították a bíróságra. Rendben, ne hozzon ránk szégyent. Mindent elkövetek. Eleget vártál. Káprázatos. Menj, légy szabad. Minden rendben lesz. Épp ahogy elterveztük. Rettentően boldog vagyok. Gondolatban már otthon járok. Csak erre tudok gondolni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Én is nagyon örülök Dimitri szabadulásának. Megérdemelte. Mind ideiglenesen vagyunk itt. Hamarosan én következem. Úgy hiszem, hogy a szabad életben találkozunk majd. És akkor sem szakad meg a barátságunk, ha már mind a ketten szabadok leszünk. Narrátor Vas Gábor, munkatársak Salamon Sándor, Férentein Bernadett, Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Koch Zita. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.